Kedves testvéreim, karácsony szent ünnepét tartjuk, az ünnepi misét, és nekem eszembe jut az egyik francia bencés atya, aki Pannonhalmán töltötte ezeket a napokat, és utána többször nekem elmondta Rómába, a bencés központba, ahol laktam, hogy az asztik atya, amikor a karácsonyi ünnepi mise végén boldog karácsonyt kíván mindenkinek, akkor azt mondta, hogy coraggio. Coraggio azt jelenti, hogy kurázsi, bátorság. Tehát egy tudós francia, aki olaszul megtanult, meg hát más nyelveken, de magyarul nem tud, és akkor azt mondja, hogy coraggio. Ő ezt értette. És akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy tulajdonképpen ez a karácsony szavunk, ez mit jelent? Ugye, még mielőtt válaszolnék rá, tegyünk egy kis kört, hiszen azt énekeltük, hogy a Föld minden határa látta üdvözítő Urunknak jóságát. Nézzünk kicsit körbe, hogy más népeknél ez a szó, ez hogyan is van. Ott Rómában megtanultam, hogy olaszul az Natale. Natale azt jelenti, hogy születés. Jézus születése, ünnepe. És ugyanez a franciában is, Noël. Sőt, még a törökök is így mondják, a törökök azok a muzulmánok, és ez egy idegen szó, nekik idegen ünnep, de hát a franciákkal voltak, úgy látszik, intenzív kapcsolatban, ezért törökül is Noël. Sőt, elmegyek a francia gyarmatokra Afrikába, onnan is vannak bencések, például Marokkóból, és akkor mondják, hogy Noël. Hát persze, az ő nyelvük is Noël, mert ezt az ünnepet a franciák vitték el hozzájuk a misszióval együtt. Aztán megyek Angliába, és akkor Christmas. Ezt talán legjobban ismerjük, mert az angol az világnyelv, és hogyha egy afrikai ott találkozok, mondjuk nigériaival, aki angol gyarmat volt, vagy német-kelet-afrika, tehát Tanzánia, az később angol lett, akkor ők is azt mondják, hogy Christmas-i, persze másképp mondják, de ezt mondják. És másonnan is, ahol angol gyarmat volt, ezt a szót használják, mert ez egy idegen szó számukra, az angol hát keresztény misszió hozta be. És akkor elmegyünk Németföldre, és az a Weihnachten, Szent Éjszaka. Ja, nem mondtam, hogy mit jelent a Krisztmas, a Krisztusnak az ünnepe. Kék messze a németben, az a búcsút jelent, templom ünnepe messze, a messzéről, miséről, azt is jelenti, átment abba, hogy ünnep. Így a Krisztmas, az tulajdonképpen Krisztus miséje, Krisztus ünnepe, ez a etimológiai jelentése. Németben pedig a Weihnachten, az a Szent Éjszaka. És ez a szó, valamikor ugye mi egy országban éltünk, a mi északi szláv szomszédainkkal, csehekkel, szlovákokkal, átment az ő nyelvükbe. Az ő nyelvükbe ez úgy ment, hogy Vánoce, csehül, vagy Vianoce, Weihnachten, Noc, az persze már rögtön szlávul van, az az éjszakát jelenti, de nincs messze attól Nacht, Nacht, az éjszaka, Noc, az az éjszaka. Na de, ahol már nem volt Habsburg uralom a lengyeleknél, ott már Isten születéséről hallunk, Bože narodzenie. Ők hozzáteszik azt is, hogy Bože, mert az oroszok nem. Az oroszok azt mondják, hogy mit is mondanak? Rozdzsesztvo. Hát az természetes, hogy csak az lehet, senki más, csak a Krisztus születése, Isten születése lehet. A lengyelek hozzátesznek még egy pluszt a teológiai ismereteikből, hogy a Krisztus az az Isten. Tehát az Isten születik meg, Bože narodzenie. Aztán, ha elmegyünk keletfele, románok, ők azt mondják, hogy Krácsún. Na, itt ez egy találat, mert van egy nép, amely nem szláv, amely román, legalábbis ők úgy gondolják, hogy nem szlávok, de a szlávból vették át, mint nagyon, nagyon sok szót annak idején, és akkor van egy olyan szomszéd nép, amely ugyanazt a szót mondja a karácsonyra. Még mielőtt megmondanám, hogy mit jelent a karácsony szó, még tegyünk egy kis kört, a bolgároknál Koleda, a volt Jugoszlávia népeinél pedig Bozsics. A Bozsics azt jelenti, hogy isteni, isteni ünnep. Nem, mint mondanak más, Bozsics. Isteni. Tehát nagyon kihangsúlyozzák azt, hogy Istenről van szó, amikor a gyermek születéséről van szó. A koleda, az a bolgároknál az meg egy ilyen népi változat. Hát a koleda az ugyanaz, mint nálunk a vízkereszt környéki lakásszentelés. Mert ebben az időben, ma is van ilyen szokás lengyeleknél, szlovákoknál, hogy a pap végig látogatja az összes családot. Most gondoljátok el, hogy itt jön az Ambrus atya, és holnaptól kezdve be van osztva minden család, győrasszonyfán,
és akkor fél óránként, vagy 10 percenként, mint a lengyeleknél, jön a plebános, ahol mindenkivel szól két szót, és akkor utána megy tovább. Ez egyébként arra is alkalom, hogy ilyenkor adományt adnak a templom a pap számára a hívek. Ebből van a magyar koldulás. A kolenda, a lengyelbe, koleda, és a bolgárba pedig a karácsonyra ezt értik, ezt a népszokás. Ezek szerint egy elterjedt ünnep volt a bolgároknál, nagy ünnep volt, hogy a nép is egy népi szóval jelölte. És akkor térjük vissza a magyar karácsony szóra. Én úgy tudtam sokáig, egészen tegnap előttig, hogy nem tudjuk az eredetét. Ennek tudományos irodalma van, hogy nincs erre, nem tudjuk. Aztán föllapoztam biztonság kedvére a magyar nyelv történelmi etimológiai szótárát, amely már olyan 60 évvel ezelőtt kinyomtatták ezt a szócikket, hogy a karácsony, az tulajdonképpen napi fordulót, a téli napfordulót jelenti, a nap születését jelenti. Régi szláv szó, a magyar misszió, valamikor ott a magyarok bejövetele utáni periódusban nagyon sok szláv misszionáriusok volt, és nagyon sok szláv szó meg is maradt, mind máig a szláv missziósok nyelvéből, például a bérmálni, az egy szláv eredetű szó, gyónni, szláv eredetű szó, a zsoltár, az egy cseh eredetű szó, és így tovább. És akkor a krácsún azt jelenti, hogy a téli napéforduló, a napszületése. Ez akkor közel áll ahhoz, amit már egyszer ugye említettem Szent Puca napján, hogy az olasz, főleg az olasz, de hát a nyugati néphagyományban az a nap születése, a Lucia, a fény, a Lucia, vagy Lucia magyarul. Tehát akkor most felvetődik az a kérdés, hogy melyiknek van igaza, annak, vagy pedig annak a déli szláv hagyománynak, amely december 21-re tette 8 nappal később a nap születését. Ebben most nem menjünk bele, a lényeg az, hogy egy ősi tapasztalat, hogy a nap megszületik, ezt egy szóval illetjük, és a magyar nyelv őrzi ezt a 1000 évvel ezelőtt átvett kifejezést, és nem ment át valami teológiai értelmezés az ünnepnek, mint a többi nyelvben, vagy pedig valami népetimológiai, valami népi elnevezés, mint a többi nyelvben. Így tehát, ha körülnézünk tehát az európai kontinensen, Európai Unión belül, és látjuk azt, hogy milyen nyelvek, az egyes főbb nyelvek hogyan nevezik a karácsonyi ünnepét, akkor azt látjuk, hogy mindegyik valamilyen rész jellegzetességét fogja meg, valamit, ami a teljességéből egy fontos rész, akár az, hogy szent éjszaka, akár az, hogy születés, akár az, hogy Istennek a születése. Érdekes, hogy Bazse, nem Krisztava, a oroszban hozzáteszik a Zsgyeszta Krisztava, Krisztusnak a születése, a lengyelben Isten születése, ez nagyon-nagyon megragadta a lengyel misszionáriusoknak a képzeletét, vagy inkább a lengyel népét. Vagy pedig a koldulás, vagy pedig az, hogy isteni ünnep. Ezből tehát össze lehet rakni, mint mozaikokból, talán a teljességét ennek a teológiájának, a karácsony szó teológiájának, ennek a mély értelemnek, hogy megtestesült a második isteni személy a Szent Háromságból. Ez egy olyan dolog, ami a nagyvallásokban, hát ez teljesen egyedüli, csak a kereszténység hisz ebben, és ebben különbözik a többi nagy világvallástól. Kedves testvéreim, ha most ebből a predikációból az lenne benyomás, hogy az Ádám atya milyen okos, akkor azt kéne mondani, hogy Ádám atya milyen buta, mert amikor megnéztem a reggel a Google fordítóba, hogy svédül, meg finnül, meg észtül, ez hogy van, akkor kiderült, hogy Jula, vagy Joula, de ennek a eredetét nem tudom. Tehát az ember egy darabig eljut, aztán utána találkozik az ismeretlennel, és akkor ott a meghívó, hogy na, akkor ennek is utána kell nézni, majd jövőre kérdezzetek meg, hogy utána néztem-e. Most viszont pályázatot hirdetek mindenkinek, én vasárnap jövök, meg elsőjén is jövök, hogyha valaki hoz nekem egy ilyen írólapot, nem kell határokat ráírni, meg kontinense, csak úgy nagyjából, hogy ez itt Weihnachten, ez meg Noel, ez meg Natale, ez meg karácsony, és így tovább. Ezeket meg lehet nézni a Google fordítóban, nagyon pillanatok alatt, hogyha gyors az internet, akkor talán kicsit ti is tanultatok valamit, és akkor talán összetudjuk együtt rakni a karácsony teológiáját. Boldog karácsony kívánok mindenkinek! Amen.